Jó estét kívánok, ez itt már a Kiemelő. Mai magazinunkban először vendégünk lesz Harsányi Zsuzsanna, a Kecskeméti Szent László Lions Klub elnöke. Ezt követően megmutatjuk, mennyi szemetet szedtek össze a Táncsics Mihály középiskolai kollégium fiataljai a Csalánosi parkerdőben. Végül beszélgetést láthatnak Kis Mónikával, a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság ökoturisztikai osztályának vezetőjével. Már is kezdünk! Jótékonysági koncertet és egészségnapot is szervezett a hét második felére a Kecskeméti Szent László Lions Club. A célkitűzésekről és a legfontosabb információkról Harsányi Zsuzsannával, a Kecskeméti Szent László Lions Club elnökével beszélgetünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Üdvözlöm a kedves nézőket! Beszéljünk először a jótékonysági koncertről. Mikor lesz és ki lesz a fellépő? Pénteken este a Hírös Agórában lesz a jótékonysági koncertünk, este 7 órai kezdettel, és a Csík zenekar lesz a fellépő. A koncertet összefogással hoztuk létre, ugyanis támogatták a céljainkat, nem csak a mi klubunk, hanem a Hírös Agóra, ő kedvezményesen adta nekünk a termet, és a zenekar több mint 1 millió forinttal hozzájárult ehhez, tehát annyival kevesebbért vállalta a fellépést. Mi a célkitűzése ennek a jótékonysági koncertnek? Hát úgy gondoltuk, hogy vannak a klubunknak támogatott szervezetei, akiket évek óta támogatunk, és őket ingyenesen látjuk vendégül erre a koncertre. Egy kis segítséget puskázok hozzá, hogy pontosan mondjam a nevüket. Úgyhogy meghívtuk a Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun megyei egyesületének a tagjait, az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Mosolysziget értelmi fogyatékosok napközi otthonának a gondozottait, és a Humárehab kiemelten közhasznú egyesület Farkas Villa lakó otthonának a lakóit. Tehát őket abszolút a klubtagok állják a jegyeik árát, tehát őket ingyenesen látjuk vendégül, illetőleg felajánlottuk a középiskoláknak, a középiskolás diákoknak mintegy 200-250 jegyet, hogy féláron nézhessék meg ezt a koncertet. Úgy gondoljuk, hogy a magyar népzene az fontos lenne, hogy prioritás legyen a középiskolások életében is. Kiket támogat elsősorban a Lions Club? Hát mindenféle területen van támogatottságunk, tehát mindenféle embereket támogatunk. A mi klubunk elsősorban a vakok és gyengénlátókat, az értelmi sérüléssel élőket, de a világszervezet és más klubok a diabétesszel küzdőket ugyanúgy segítik, és persze a környezetvédelem ugyanígy ide tartozik, hiszen például a japán cseresznyefákat mi ültettük, vagy az érzékelések kertjét is mi hoztuk létre, tehát elég széles körű ez a terület. Egyébként a koncert létrehozásában még a Turinform is segített nekünk, hiszen ott lehet megvásárolni a jegyeket, még most holnap után, illetőleg majd az előadás kezdete előtt egy fél órával a helyszínen is. Mire fordítják még majd az összeget? Elhangzott az érzékelések kertje. Így van, tehát az érzékelések kertjét ezelőtt egy 3 évvel álmodtuk meg, és egy másik koncerttel kezdődött az egész, egy Zorán koncerttel. A Zorán koncertnek a bevételét fordítottuk elsősorban erre a kertre, illetőleg hát nyilván pályázatokból nyertünk még hozzá pénzt, és 2 évvel ezelőtt tudtuk átadni a városnak. Ez a Rákóczi iskola előtt van ez a park. Azért érzékelések kertje, mert elsősorban vakok és gyengéllátók részére hoztuk létre, illetőleg családos, kisgyermekes családok részére, hogy a gyermekek megtapasztalhassák a különböző érzékszerveiket, mert a kertben mindenféle mást, a látás mellett mindenféle más érzékszervet is próbálunk megmozgatni. Tehát a hangokat, az illatokat, van benne egy illatösvény, egy mezitlábas ösvény, illetőleg olyan eszközök, olyan plasztikák, amik megszólaltathatók. És ennek a kertnek a további szépítésére, újabb növények ültetésére szeretnénk még a mostani koncertbevételét is fordítani. A hétvége másik nagy programja az egészségnap, ez pontosan hol is lesz? Az egészségnapunk a Malomüzletközpontban lesz, ez egy összefogásból létrejött rendezvény. Kecskeméten ugyanis 3 Lions Club van. Az első Kecskeméti Lions Club, a miénk a Kecskeméti Szent László Lions Club és a Digital Lions Club. Ezen a napon az országban levő 44
Lions Club egyszerre végez ingyenes egészségügyi szűrést. És ehhez a programhoz csatlakoztunk. Volt már ilyen máskor is, akkor a Szilkóp üzletközpontban csináltunk egy ilyen rendezvényt, most pedig a Malomban szeretnénk. Azzal kezdenénk az egészet, hogy egy sétára hívjuk a kedves kecskeméti lakosságot. Lufikkal a Rákóczi út közepétől, a Kelemen László színháztól indulva a Malomig sétálnánk el. Erre is több szervezetet meghívtunk. Itt is a Vakok és Gyengéllátók Szövetségét, illetőleg a hozzájuk tartozó vakvezető kutyásokat, illetőleg a kiképzőiket, aztán az értelmi sérüléssel élőket, ők is részt fognak venni ezen a sétán, és akkor még a hova várt kutyákkal foglalkozó, terápiás kutyákkal foglalkozó egyesület tagjai is ott lesznek, és bárkit szívesen látunk, aki sétálna velünk egy fél órácskát a Rákóczi út közepétől a Malomig, ahova 9:45-re szeretnénk megérkezni, és ott egy, most már nem is annyira meglepetés, egy flashmobbal várjuk a kedves látogatókat. Az Embodon Bál Zeneiskola fúvós zenekara fog egy 10-15 percet muzsikálni nekünk, majd elkezdődik a szűrővizsgálat. A három klub különböző területen végzi a szűrővizsgálatokat. Mi a éleslátás vizsgálatot, tehát a szem vizsgálatot fogjuk végezni a Vision Express segítségével. Az ő üzletükbe fog történni maga a vizsgálat. Ővelük egyébként a Lions Szövetségnek szerződése van az egész ország összes Vision Express-ébe, hogyha valaki szemüveget csináltat, akkor annak a fizetésének egy része a mi jótékonysági céljainkra megy, és most teljes szélességgel mellénk álltak, és ők végzik ezeket az ingyenes látásvizsgálatokat. Az első Kecskeméti Lions Clubban pedig elég sok orvos van, úgyhogy ők vércukormérést, vérnyomásmérést végeznek, és diabetes tanácsadást, kérdőív kitöltését arra vonatkozólag, hogy kinek milyen esélye van arra, hogy esetleg ilyen betegsége legyen. A harmadik Lions Club pedig a Digital Lions Club. Ők egy kérdőívvel szeretnék felmérni azt, hogy ki mennyire kötődik a mobiltelefonjához. Úgy tudom, hogy éppen tegnap voltak a kiemelőbe itt önöknél, és pontosan erre felhívták a figyelmet, hogy a digitális függőség az nagyon komoly probléma. És nem csak a gyerekeknél, hanem a felnőtteknél is természetesen. És ez az egész szűrő program, ez 10 és 12 óra között lesz a Malom üzletközpontban. A séta mikor kezdődik? 9:45-kor kezdünk gyülekezni, gondolom olyan 9:30 és 9:30 között indulunk, és akkor 3:45-re érkezünk a Malomhoz. Milyen feladatokat vállalt a Kecskeméti Szent László Lions Club, és mi kell ahhoz, hogy ezeket folytathassák? Most a legutóbbi program sorozatunk, így mondanám inkább, hogy sorozatunk, nyertünk egy pályázatot a Kecskeméten élő ukrán menekült gyermekeknek a támogatására. Ebből most már 3 programon túl vagyunk, és most jövő héten, május 4-én lesz a következő. 3 területen nyertünk pályázatot. A második Rákóczi Ferenc általános iskolába tanuló ukrán nyelvű, tehát kifejezetten a háborús területről ide menekült gyerekeket támogatjuk. Egyrészt a családjukat tartós élelmiszerrel, tisztasági csomagokkal 3 hónapon keresztül. Ennek a második etapja fog most bekövetkezni májusba. Ezen kívül sportruházatot vásároltunk nekik, mindegyik gyereknek a saját méretére sportcipőket, melegítőket, pulóvereket, sportpólókat, nadrágokat. És a legutolsó, pedig a legutóbbi ilyen akciónk az laptopok átadása volt, ugyanis az iskolának minden év folyamában egy-egy laptopot tudtunk adni, hogy a gyerekek az órákon, a tanórákon fordító programokkal tudjanak bekapcsolódni az óra menetébe. Nagyon nehéz dolguk van, ugyanis nem beszélik a nyelvet, és ugyanakkor minden tantárból jegyet kell nekik most már az idén kapni, ahhoz, hogy ne veszítsenek évet. Aki szeretné támogatni a Szent László Lions Club munkáját, hogyan teheti ezt meg? Hát egyrészt nagyon nagy szeretettel várjuk önöket a
mostani szűrővizsgálatunkra, ott lesz kihelyezve egy adománydoboz, abba is tehetnek adományokat. A honlapunkon fönt van a számlaszámunk. Hogyha az önkéntesként részt vesznek a rendezvényeinken, azt is nagyon szívesen vesszük. Nagyon sok rendezvényünk van a honlapunkon, hogyha beütik, hogy Kecskeméti Szent László Lions Club, akkor lehet látni, hogy mi mindent csinálunk. Teljesen napra kész a honlapunk. Illetve hát a kellemeset a hasznossal összeköthetik, hogyha ellátogatnak pénteken este a Híres Agórába, a Csíkzenekar és a Lions Club jótékonysági koncertjére. Igen, mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Köszönöm szépen a meghívást. Tizenhat diák vette be magát a Csalánosi erdőbe és szedte össze a mások által eldobált szemetet. A kecskeméti Táncsics Mihály középiskolai kollégium fiataljai a Teszed akcióhoz csatlakoztak. A gyerekek végül több zsák hulladékot gyűjtöttek össze. Biciklivel érkeztek a diákok a Csalánosi erdőhöz. Miután felvették a fiatalok a kesztyűket és kiosztották a zsákokat, már kezdődhetett is a munka. A kecskeméti Táncsics Mihály középiskolai kollégium növendékei a Teszed akcióhoz csatlakoztak, hogy megszépítsék a területet. Az intézmény minden évben idehozza a diákokat az országos kezdeményezés alkalmával. Hogy kicsit egészségesebben mozogjunk, ezért kerékpárokkal jövünk. Kerékpárral jövünk, kerékpárral megyünk és megcsináljuk a szemétszedést. 16-an jöttek a fiatalok, két nevelőtanár vezetésével, és akkor csoportokra, 4-5 fős csoportokra osztottuk őket, és különböző helyszíneken itt az útszélén, az erdőben gyűjtik a szemetet. A Teszed akció keretében zsákokat kaptunk, ebbe szedik, és van egy ilyen összekötő zsineg a végére, egy műanyag, azzal kell lezárni, és az útszélére elhelyezni ezeket a zsákokat, és majd összeszedik ezeket a zsákokat, most már így könnyebb lesz összeszedni a szemetet az útszéléről. Mindenképpen oda kell figyelni arra, hogy nem szabad ilyen állati tetemeket, csontot, éles dolgokat szedni. Természetesen gumikesztyűben dolgoznak, tehát a higiéniára odafigyelünk. Egyébként fertőtlenítő folyadékot is hoztunk magunkkal, és azt a végén majd akkor használni fogjuk. A környezettudatos nevelés az nagyon fontos szerepet kap nálunk is, és ennek keretében ez egy olyan helyszín, ahova el tudunk jönni, tudunk dolgozni, meglátják, hogy akkor összeszedjük a mások által eldobott szemetet, bízva abban, hogy ők már nem fogják eldobni, és akkor minden évben egyre kevesebb dolgunk lesz. A nevelő tanár azt tapasztalja, hogy valóban évről évre egyre kevesebb a szemetelő. A diákok között többen voltak, akik már egészen kiskoruk óta kiveszik a részüket a környezetük megtisztításából. Általános iskolában általában minden évben volt egy ilyen szemétszedős akció az iskola környékén, és abban vettünk részt az osztálya. Szerintem esztétikailag is nagyon fontos, hogy azért nyilván szebben néz ki így a környezetünk, és szerintem fontos, hogy gondoljunk arra, hogy a jövőben mások is lesznek, akik itt szeretnének élni, és nekik is fontos lesz, hogy tiszta legyen a környezetük. Különböző csoportokra osztottak minket, és majd mi például elmegyünk egy kicsit odébb, és kaptunk zsákokat, meg kesztyűket, és azokba kell gyűjtenünk a szemetet, majd utána elhelyezni, és ezt utánunk össze fogják mixelni. Óviban és alsó tagozatban sokat szerveztek nekünk ilyen programokat a tanárok, és egyébként már kiskorom óta nagyon szeretem az ilyeneket. Nem igazán tudom, hogy miért, de boldogsággal tölt el az, hogyha itt tehetek a környezetemért. Szerintem a természet az egyik legszebb dolog a világon, és nagyon fontos, hogy ezt tisztán és egészségben tartsuk, és a föld jövője érdekében is ez nagyon fontos. Alap dolog, hogy ne dobjuk el a szemetet, ezt a lehető legkisebb kortól kéne elmondani a gyerekeknek, és egyébként próbáljuk megtalálni az örömet az ilyen dolgokban is, mint hogy szemetet szedünk. A diákok végül több zsák szemetet szedtek össze, a fiatalok eldobott kanapét és még gumiabroncsot is találtak, amiket az út szélére helyeztek. A hulladékot a napokban szállítják el a helyszínről. Szombaton tartja meg a túzok ünnepet a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság. Az esemény gazdag programkínálattal és futóversennyel várja az érdeklődő természetbarátokat Bösztörpusztán.
A részletekről Kis Mónikával, a Kismunsági Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai osztályának vezetőjével beszélgetünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hogyan is kell elképzelni a túzok ünnepet, hol és hogyan kezdődik majd ez a program? Április 29-én szombaton, tehát ezen a hétvégén lesz Bösztörpusztán, amely szabadszállás és Kunszent Miklós között található félúton. Ez egy nagy családi színes rendezvény lesz, mindenféle programmal készülünk, de természetesen a központban a természet, a felső kiskunsági puszták, annak élővilága lesz, és hát főszerepben pedig a túzok, hiszen tavasz van, és ez a túzok dürgés időszaka, és ilyen látványos túzok násztánccal azért nem sok ország büszkélkedhet rajtunk kívül. Ezért érdemes egy egész ünnepet szentelni ennek a madárnak? Nekünk igen, mert a felső kiskunságban él a hazai túzok állomány nagy része, 600-650 példány, és a teljes Kárpát-medencei állomány is egyébként mindössze egy olyan 2200 példányra tehető, és a hazai puszták emblematikus faja a túzok, Európa legnagyobb testű röpképes madara, és számunkra rendkívül fontos a megőrzése, és az, hogy minél tovább a hazai puszták dísze lehessen ez a faj. Elhangzott, hogy futóverseny is lesz. Milyen távokon lehet indulni? Most először szervezünk futóversenyt a túzok ünnepen. Lesz egy 7 kilométeres táv a felnőtteknek, és el is hoztam azt az érmet, amit mi azoknak szánunk, akik teljesítik ezt a 7 kilométeres távot, de gondoltunk azért a gyerekekre is, a kisebbekre is, akiknek azért 7 kilométer sok lenne, nekik egy 1000 méteres távot jelöltünk ki, ők is fognak kapni egy kisebb befutó ajándékot, viszont a felnőttek, illetve azok a gyerekek, akik már nagyobbak és tudnak 7 kilométert futni, mindenképpen érdemes nevezni, mert ez az érem ez mindenkinek járni fog. De az időt is mérni fogjuk, tehát a férfiak és a nők kategóriájában is az első 3 helyezett az érmen kívül még további díjakat is fog kapni. Hol lehet nevezni? A weboldalunkon, a knp.hu oldalon lehet nevezni. A túzok ünnepet több helyen is megtalálják az oldalon, de hogyha a Facebook oldalunkat kikeresik, ott is rögzített posztként is már a Facebook oldal legtetején megtalálják a túzok ünnep részleteit. Milyen jellegű pályán haladhatnak majd a futók? Kisebb része lesz a pályának műút, ott lesz is egy félpályás rendőrségi lezárás a futás elején. A nagyobb része pedig hát terepen, gyepen, illetve földúton fog haladni. Picit azért fel kell készülni arra, hogy most szerencsére, aminek nagyon örülünk, hogy esett az eső, de így meg is indult a növényzet, és tényleg egy könnyebb terep lesz, meg hát alföldön vagyunk, pusztán vagyunk, emelkedő szintkülönbség garantáltan nem lesz benne, úgyhogy mindenkit biztatok arra, hogy nevezzen mégis jöjjön. A futókon kívül kiket várnak még az eseményre? Mennyire lesz szakmai ez a túzokvédelmi program, a maga a túzok ünnep? Mindenkinek készültünk rendezvénye vagy programokkal. Nem csak a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság lesz ott, de a Dunaipoly Nemzeti Park Igazgatóság is csatlakozott a rendezvényhez, illetve a Magyar Madártani Egyesület, úgyhogy mindannyian ott leszünk különféle természetismereti játékokkal. Ezen kívül például 10 óra 30 perctől lesz egy élőállatos, ismeretterjesztő, humoros, szórakoztató előadás, amit nagyon javaslok kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 11 óra 30 perctől pedig a Círóka Bábszínház hozza el hozzánk az Aranyszőrű Bárány című előadását. De a délelőtt folyamán folyamatosan megy majd madárgyűrűzési bemutató is. Itt természetesen előre nem tudjuk, hogy mennyi madár fog a hálóba akadni, de amit lehet, meggyűrűzünk, és közben megmutatjuk, hogy, és elmeséljük, hogy miért van szükség madárgyűrűzésre, és hogyan történik ez. Szakmai előadásokkal is készülünk, óránként lesznek a Rákosi Vipera védelmi programunkról, a túzok védelmi programról, ami ugye abszolút aktuális, vagy megismertetjük, hogy a közeli Peszéri erdő miért az egyik legszebb erdősztyep homoki erdeje Magyarországnak. A város környékén ugye nem láthatunk túzokokat, most lesz-e esély látni ezeket az állatokat? Igen, a rendezvény 15 órától túzokleső túrákkal zárul, és mi garantálni tudjuk, hogy fogunk tudni mutatni túzokokat. Egyébként nem annyira reménytelen látni az embernek, hogyha elmegy valaki magától
önmagában kirándulni a felső kiskunságba, Szabadszállás Kunszent Miklós között, vagy Kunpeszér és Bugyi települések között a műútról is most nagyon sok helyen lehet látni rürgő túzokokat, viszont arra fel kell készülni, hogy azért ezek a madarak nem közel vannak, 4-500 méternél közelebb nem is várják be az ember, de nem is szabad jobban őket megközelíteni, félénkek, óvatosak, tehát távcsővel felszerelkezve érdemes túzóklás túrákra indulni. Ezért, aki szeretne túzokot látni, és biztosan szeretne túzokot látni, nekik mindenképpen javaslom, hogy egy-egy szakvezetéses túránkra csatlakozzanak. És mit tesz a Nemzeti Park a védelmükért? Egy osztrák-magyar túzokvédelmi Európai Uniós program keretében dolgozunk most már több éve a túzokok védelme érdekében, ami egy igen összetett feladat, mert itt nem csak a természetvédelmi szakemberek munkájára van szükség, hanem egyéb szakágazatok képviselével, mezőgazdaság, vízügy, vadgazdálkodóknak az összehangolt párbeszédére és együttműködésére, és az áramszolgáltatókat ki ne felejtsem, van szükség. Mert például az áramszolgáltatókra most azért jutott eszembe, mert az egyik legfontosabb eredményünk, amit nagyon büszkék vagyunk, hogy a felső kiskunságban egy 60 kilométernyi légvezetéket tudtunk a földkábelbe helyezni az elmúlt években. Ugyanis a felnőtt túzokokra az egyik legnagyobb veszélyt a légvezetékeknek történő ütközés jelenti. Ugye egy pulyka méretű madárról beszélünk, amely ugyan jól repül, de azért a test méreténél és súlyánál fogva a manőverező képessége az hát olyan, mint egy utasszállító repülőgépnek, amit nem hasonlíthatunk össze mondjuk egy kis Cessnával egy Boeinget, tehát hogyha érzékeli is a levegőben azt vékony légvezetéket, ezt a, egy szürke színű sodronyt, mire ezt ő érzékeli, észreveszi és kikerülni, már oda is ért gyakorlatilag, és ha neki ütközik nagy sebességgel egy ilyen légvezetéknek, olyan sérüléseket szenvedhet, amivel az esetek többségében elpusztul. Tehát ezért nagyon fontos volt a földkábelbehelyezés, amivel nem csak a túzokot segítjük, hanem minden más olyan madarat is, például a ragadozó madarakat, amelyeket pedig az áramütés veszély fenyeget az ilyen középfeszültségi oszlopokon. A túzokokat mitől kell még megvédeni? A túzok földön fészkelő madár, és kötődik az agrár területekhez. Ezért a csibéket és a tojásokat, tehát a fészekaljakat nagy mértékben veszélyeztetik a tavaszi mezőgazdasági munkák. Így aztán a gazdálkodókkal is nagyon szoros és összehangolt párbeszédre van szükség. Nem mindegy például, hogy amikor a gépkezelő is hogyan áll hozzá a túzokokhoz, meg a földön fészkelő madarak védelméhez, mert például egy kaszálás közben egy felröppenő túzoktyúkot vesz észre, hogyha olyankor megállítja a gépet, értesíti a Nemzeti Park igazgatóságot, illetve megfelelő védősávot tudunk hagyni a fészek körül, akkor elkerülhető a fészekalj teljes megsemmisülése. Ha esetleg valaki most nem tud ellátogatni erre a napra, erre a túzok ünnepre, utána lesz-e lehetősége túzoklesek után nézelődni, vagy egy ilyen túzok túrán részt venni? Igen, mindenképpen lesz. Most kezdtük el a túzok leső túráinkat. Május közepéig, végéig, hétvégente lehet hozzánk csatlakozni. A weboldalunkon keresztül a kmp.hu oldalon a programok menüpontban lehet kiválasztani azt a túrát, ami szimpatikus és ami megfelel időben, és ott lehet nálunk online is jegyet vásárolni ezekre a túrákra. Nem csak túzok néző túráink vannak, hanem sok egyéb más szakvezetéses túrát is szervezünk a működési területünk különféle területeire. Tehát májusban például közeledik lassan a Fülemülék éjszakája, a Fülöpházi Buckavidékre fogunk szervezni május 6-án egy ilyen Fülemüle hallgató túrát, vagy lovaskocsis túra Ágasegyházán, szintén, ha jól emlékszem, május 6-án lesz. Tehát tényleg nagyon sok szakvezetéses túránk van, amit környezeti nevelő kollégák, illetve természetvédelmi őrök tartanak. Tehát olyan információkat lehet tőlük megtudni a kiskunság természeti életéről, amit lehet, hogyha valaki önmagába kisétál, nem fog észrevenni és nem fog meglátni. Tehát akkor most szombaton Bösztörpusztán túzok ünnep, de egyébként aki érdeklődik illetve a szakvezetéses túrák iránt, az önök honlapján, azaz a Nemzeti Park, a Kiskunsági Nemzeti Park honlapján megtalálhatja őket. Köszönöm szépen, hogy eljött. Én is köszönöm. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. A
pandémia után a háború és a menekült válság árnyékában is hatékonyan működött a civil háló Kecskeméten. A mai 17. civil fórumon 120 civil szervezet munkáját összegezték és köszönték meg. A polgármesteri hivatal is csatlakozott a TESZED önkéntesen a Tiszta Magyarországért országos akcióhoz. A városházáról mintegy 50-en jelentkeztek, hogy megtisztítsák a milliómodik hektár parkerdőt. Interaktív játékok várták a tanulókat a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona általános iskolában. Az intézményben ma kezdődött el a fenntarthatósági témahét, amelyen most először két vándortanösvény is segítette a nevelést. Együttműködési megállapodást írt alá ma a KTL Labdarúgó Klub és a Termosztár Kft. Ez azt jelenti, hogy újabb kecskeméti cég igyekszik elősegíteni a csapat sikereit, valamint az utánpótlás nevelést. Erasmusos élménybeszámolóra gyűltek össze ma délután a Gróf Károly Sándor Technikumban. A diákok és tanárok Európa mintegy 15 országába utazhattak ki a pályázatoknak köszönhetően. Kedves nézőink, hírórával holnap este várjuk Önöket 7 órától. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Tartsanak velünk holnap is, köszönjük mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!